A Hungária Takarék önkormányzatokat célzó összejövetelére 78 önkormányzat vezetője jelezte érkezését. Tolnából, Baranyából és Fejér megyéből. Nagyon komoly és tartalmas témákat veszünk sorra. Most is magáért beszél a téma, hiszen a modern települések programmal kapcsolatban lesz egy olyan előadás, ami a most megvalósuló intézkedéseket vagy terveket fogja összefoglalni, és kormány megbízott úr fog ebből nekünk előadást tartani, úgyhogy mindenki felspannolva, hogy úgy mondjam, várja az összejövetelt és az ott megjelölő információkat. A kormányzat falufejlesztési programja elsősorban az 5000 lélekszámnál kisebb települések fejlesztését szolgálja majd. Pintér Szilárd, a Kaposmenti Kistérségi Társulás elnöke azt vallja, ez jelentős lökést ad a kis települések fejlődésére. Minden 15 településünk érintett lesz, és kedden nézekén meg tudunk jelenni. Nyilván az első hírek mentén a falusi csokk már egy picit megosztotta a településünket, hiszen van olyan település, amely kedvezményes adottságokkal bír, és a jelenlegi meghatározása szerint nem fér bele. Azt gondolom, hogy ezen érdemes lesz majd elgondolkodni, és ebben az ügyben megtesszük a lépéseket, hogy mindenki kedvezményezett legyen, hiszen azt gondolom, hogy a vidéken, falvakban üresen álló házak és a fiatalok megtartása mentén nem szerencsés ilyen típusú különbséget tenni. Ennek mentén reméljük, hogy olyan közszolgáltatások fejlesztést is el tudjuk követni, amire eddig ez idáig nem volt lehetőségünk, és nyilván a nem volt lehetőségünk a topos pályázatok ennél nagyobb volumenű beruházásoknak teremtettek meg a peremfeltételét. Ezek mind olyan pályázati kiírások az előzetes olvasat alapján, amelyek a kisléptékű, igazán nagyon szükséges fejlesztéseknek tudnak forrás nyújtani. Szeretném kiemelni, hogy nagyon nagy örömhír volt, amikor az első olvasatban megnéztem, hogy azon túlmenően, hogy közösségi teret lehet fejleszteni, programot is lehet finanszírozni, és ami nagyon fontos, hogy annak a személynek a bérét is tudjuk ebből fedezni, aki egyébként ezt a programot szervezi és végrehajtja, és egy éven keresztül lehet bér támogatásra is pályázni. Az a volumen, ami le van írva, hogy 5 millió forintot lehet programra költeni, 3 millió forintot egy éven keresztül az ember bérére, tudunk rajta olyan jó kvalifikált embert foglalkoztatni, aki hasznosan és tartalmasan el tudja költeni ezt az 5 millió forintot. Nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekeknek tudnánk programot teremteni, meg tudnánk szólítani az időseket, akár ismeretterjesztő előadásokkal, akár író-orvosi találkozóval. Tehát azt gondoljuk, hogy több éves restanciának tudunk eleget tenni, és kapunk rá végre oly módon forrást, hogy nívós előadásokat tudunk minden településre szervezni. Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke szerint a Magyar Vidékfejlesztési Program döntő lépés lesz a kis települések életében, hiszen a közösségek ennek segítségével hozhatnak létre olyan programokat, melyekre eddig nem volt lehetőségük. Itt nem csak infrastruktúráról van szó, hanem közösségépítésről is, hiszen egy olyan rendszerben vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió, egészen más bérszint van nyugaton, és egészen más bérszint van itt Magyarországon. Ezek egy idő után, gondolom, a következő 10 évben mindenképpen konszolidálódni fog ez a bérszint különbség és bérszint feszültség. Viszont az, hogy az ember megtalálja az otthonát, a helyét, a családját, az mindenképpen az kell, hogy ezek a közösségek, amik a magyar falvakban jelenleg működnek, élnek több száz év óta, ezek továbbra is viruljanak, és a kormányzat ehhez teszi hozzá ezt a programot, ami körülbelül 150 milliárd, ha jól emlékszem, ez az összeg, amivel próbál közösséget építeni, és próbál infrastruktúrát is fejleszteni, hogy a helyben maradás és a helyben boldogulás megoldódjon. A cél az, hogy igen, a vidéken tartsuk a fiatalokat, igen, a vidéki életnek a lehetőségeit, előnyeit próbáljuk meg kidomborítani. Gyopáros Alpár, a Vidékfejlesztési Program kormánybiztosa részletesen tárta a polgármesterek elé a következő évek fejlesztési lehetőségeit. Azt a drasztikus népesség elvándorlást, amit tapasztaltunk a falvak többsége esetében Magyarországon, ezt megpróbáljuk megállítani. 2878 olyan település van Magyarországon, amelynek a lélekszáma 5000 alatti. Ebbe beletartozik egyébként 101 városi jogállású település is, de olyan városok is, amelyeknek a lélekszáma mondjuk 1000-1200 fő, amelyek egyébként magukra, mint falvakra tekintenek, csak hát a jogállás az város. Úgyhogy joggal sorolhatjuk be ezeket a kisebb városokat a Magyar Falu programba. És az a sajnálatos tapasztalat, hogy ebből a 2878 településből több mint 2000 van olyan, amelynek a népessége az országos átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben csökkent az elmúlt 10-15 vagy éppen 20 évben, mint mondjuk a városokban, vagy mondjuk felkapottabb, szerencsésebb földrajzi fekvésű falvakban. Miután
Az elvándorlás kérdése az nem egy okból fakad, hanem sokkal több okból. Alapvetően életminőségi problémákból, de ez egy nagyon szerte ágazó történet. Van-e a közelben munkahely, ahol lehet helyezkedni, talán egy nagyon fontos kérdés. Vagy az a munkahely, ami a közelben van, az megközelíthető-e tömegközlekedésre, vagy éppenséggel járható-e az az út, az a mellékút szakasz, amelyre elközlekednék a munkahelyemre. Vagy például, hogyha gyermeket szeretnék nevelni egy ilyen kis faluban. Van-e ott bölcsöde? Van-e ott óvoda? Vagy milyen minőségű az az óvoda éppensége? Van-e gyermekorvos? Egyáltalán van-e házi orvos? Tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés mérlegelnek azok, akik azon gondolkodnak, hogy a szülőfalujukban maradjanak, vagy elvándoroljanak, vagy éppenséggel már korábban elvándoroltak, és beköltöztek mondjuk Pécsre egy albérletbe, de szívesen hazaköltöznének a saját szülőfalujukba, és szívesen teremtenének ott családot és otthont, vagy alapítanának családot és teremtenének otthont. Nagyon-nagyon sok mindent mérlegelnek, ezért kell egy ilyen összetett komplex programmal válaszolni ezekre a kihívásokra. És tudjuk előre már most, hogy az idejében 430 km utat fogunk tudni felújítani, és jövőre további biztosan legalább 400, de valószínűleg inkább 6-700 km utat mellékúthálózati szakasz sikerül felújítani, és akkor ez a szám szépen növekedjen évről évre. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván egy komoly monitorozás, komoly odafigyelés szükséges a tekintetben, hogy azt vizsgáljuk, hogy azok a támogatások, azok a források, amelyek ezekre a fejlesztésekre kerülnek, ezek megfelelően hasznosulnak-e, elegendőek-e, pótolhatók-e, vagy esetleg érdemes más új támogatási célterületeket bevonni a programba. Egy olyan kis közösség, mint NAK, sokat vár a programtól, mondta Rácz Róbert, a kistelepülés polgármestere. Nagyon boldogok vagyunk, hogy Magyarország kormánya kimondottan a falvakra is gondolt, és lehetőséget, illetve pénzt biztosít arra, hogy az eddig felhalmozódott esetleges lemaradásokat a városokkal szemben valamilyen formában pótoljuk. Az elmúlt két ciklus is sokat gondolt már ránk, a vidékiekre, azonban ez egy komplex, átgondolt fejlesztési csomag, amiből az eddig kimaradt közintézmények, illetve munkai teremtési fejlesztések is megvalósításra kerülhetnek. A fejlesztési koncepciónkban szerepel és számú prioritásként a községi óvoda tetőszerkezetének a kijavítása, illetve a ravatalozó tető felújítása. Szeretnénk rendbe tenni a megy egyik legszebb templomát, Naki templomnak a környékét, ott kialakítani egy kulturált közterületet, illetve szeretnénk közparkot kialakítani, és a meglévő önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásunkat is szeretnénk fejleszteni. Ez közösség összetartó hatása lehet? Mindenképpen. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ez a program része a kormány családtámogatási rendszerének. Ezek mind-mind, és a Magyar Falu program is arra vonatkozik, hogy az emberek jövőt tudjanak elképzelni Magyarországon, jövőt tudjanak elképzelni vidéken, és minél több gyermeket tudjanak vállalni. 2010 óta egyébként az intézkedéseknek köszönhetően azért jelentős elmozdulás történt, az 1.15-ös, 1.20-as számról 1.50 fölé emelkedett már ez a szám, tehát hogy hány gyereket vállal egy-egy házas már, viszont ezt 2-2 fölé kellene emelni ahhoz, hogy az adott korosztály reprodukálni tudja önmagát, tehát a csökkenés megálljon. Ez egy fontos megoldandó kérdés, illetve probléma. Reméljük azt, hogy 2030-ra ezt Magyarország el tudja érni, és utána pedig növekedni kezd újra a népesség.